De szeretnék az igen csillag lenni, ott is csak a hajnal csillaga járni. Éjfél után megkerülném, az eget. Ha tudja meg, hogy hazámban kiszeret. De szeretném a szívemet kívánni, virág helyett az asztalra letenni. Hogyha látnád hervadását, hervadását szívemnek, akkor tudnád, édes hazám, szeretlek. De szeretnék az erdőbe fa lenni, ott is csak a tűgyfa nevet viselni. Kigyógyítnám ezt a gyarló világot. Ne teremjen egyebet, csak virágot. Február 3-án volt a műtétem, és egy hetes késéssel történt a műtét, mert akkor is már akadályoztatva volt a professzor úr különböző gyógyszerek ellátásában. Én nekem akkor a nővérek elmesélték, hogy amikor kérdeztem tőlük, hogy miért történhet meg ilyesmi, akkor azt mondták, hogy a professzor úrnak a két tábora szakadt az intézete, mert ugyanis ő pályázat útján került ehhez az intézethez. És ezt a pályázatot megnyerte, viszont az itt lévő professzoroknak, bizonyos professzoroknak, nem tudom név szerint kiknek nem tetszett, mert ők is szerették volna ezt a pályázatot megkapni, vagy megnyerni, és amikor ide került a professzor úr, attól kezdve itteni, nem is a dolgozók, hanem inkább a vezetők uszítására gondolom, hogy történhet ez, mert nem merné egyetlen egy nővér sem megtenni ezt, amit sztrájkoljon, vagy egyéb, vagy éppen a főnökének hát betartson. Ez sehol nincs a világon, nem is lehet. Itt kérem szépen, felsőbb vezetők vannak, akik ezt irány mögötte, akik irányítsák, és ennek tudatában merik ezek a ápolónők ezt végrehajtani. Kérem szépen, nem azokban van a hiba, hanem azokban a vezetők, munkatársakban, akik a professzor úr ellen kérem szépen uszítanak. Szabán szerűen uszítsák azokat a többi dolgozókat, mert vagy szakmai féltékenység, vagy valami, próbálnak úgy dolgozni, kérem szépen, az embert a külföldre vagy bárhova kijutna, vagy kivinnék innen. Hát az fenomén lehetne. Visszajöttek. Elnézést kérek, ezt letéptem. Rektor urat értesítjük arról, hogy hétfőtől engedélyezze a műtétek folytatását, de viszont azt szeretnénk kérni a professzor úrtól, hogy kedden professzor úr által megadott időpontban mégiscsak beszélhessünk a nővérek gondjairól szűk körben. Ennek semmi akadálya nincs. Milyen körben kívánják megbeszélni mindezt? Ki legyen jel? Csak a professzor úrral szeretnénk tárgyalni, vagy beszélgetni, inkább így mondom. Így fog történni. Tisztelt Fővárosi Bíróság!
Ezúton szeretném a Pap Lajos professzor úr ügyében tudomásomra jutott információkat az önök tudomására hozni. 1992. október 1-e óta a Heidelbergi Egyetemen folytatom tanulmányaimat. Itt ismerkedtem meg Kró Mária docens asszony fiával, aki jelenleg szintén a Heidelbergi Egyetemen tanul. Elmondása szerint, amikor a klinika dolgozóinak tudomására jutott, hogy az intézet vezetésével Pap Lajos professzor urat bízzák meg, 1991. június, még Pap Lajos professzor úr érkezése előtt több megbeszélés zajlott a kinevezéssel nem egyetértő ott dolgozók között Pap Lajos professzor munkájának esetleges hátráltatásáról. Továbbiakban elmondta, hogy Pap Lajos professzor úr megjelenése után több kísérlet is zajlott a professzori munka megnehezítésére, például a szívműtétekhez szükséges oxigenátorok megrendelésével kapcsolatban. Befejezésül elmondása szerint Pap Lajos professzor úr első felfüggesztése idején, 1993. április-július, ha ez nem történt volna meg, a következő lépés a nővérek szervezett munkabeszüntetése lett volna. Fenti információkat minden külső kényszer nélkül adom a tisztelt fővárosi bíróság tudtára, és egyben közlöm, hogy 1993 őszén Mandl József professzor úrnak az ETT vizsgálatok során, mint az ETT titkárának, tartalmilag a fentiekkel megegyezően elmondtam. Tisztelettel Szabó Gábor, Heidelberg. Kelt, Budapest, 1994. június 15-én. Kérem, ez a szívügy, ahogy önök nálam jobban tudják, közügy lett. Belföldről és külföldről is dokumentált leveleket kaptam arról, hogy nem biztonságos a szívműtétek technikai és személyi feltétele. Megvádoltak azzal, hogy tudatosan kockáztatom a betegek egészségét, ha engedem ezeknek a műtéteknek a folytatását. Ide tartozott aztán az elmúlt héten ugye ennek a 11 nővérnek a beadványa, és hát az első beadáskor ugye sztrájkkal fenyegetőztek ezek a intenzív osztályon dolgozó nővérek, 11-en, amely sztrájk gondolatáról az első személyes megbeszélés alkalmából, amit Pap Lajos professzorral, az ápolási igazgatónővel folytattak. Elálltak a sztrájktól, de fenntartották a 10 pontban összefoglalt mondani valójukat. Kedden került sor a következő megbeszélésre, hisz az első beszélgetés során úgy nézett ki, hogy a beszélgetés csak abban maradt, de megegyezés nem született. Kedden a program közben Pap Lajos professzor kiosztotta nővéreknek egy fegyelmi eljárás megindításáról szóló igazgatói rendelkezést, amelyben közöltetett velük, hogy a vizsgálat idejére felmenti őket az ágy melletti munkavégzés alól, és a vizsgálat eredményeképpen 50%-os fizetés megvonást helyezett kilátásba, sztrájkkel való jogtalan fenyegetőzés egyebek miatt. De a 10 pont ismeretében én ezt a 11 kislányt nem vagyok hajlandó egy kalap alá venni, és hát kicsit régi módszerekre emlékeztető módon elítélni. Ezért én azt tettem ma reggel, tegnap délután tudtam meg ezt az intézkedést, hogy ezt a munkáltatói jogkört, amit a
fegyelmi eljárás lefolytatása jelent, amit az új emberek felvétele, vagy a régi emberek elbocsátása, illetve más munkahelyre való helyezése jelent, rektori hatáskörbe visszavonom. Amíg a dolgok nem tisztázódnak, egyben megkértem az egészségügyi tudományos tanács elnökét, hogy az RTT bizottsága, amelynél Magyarországon magasabb szakmai és etikai fórum nincs, beleértve az egészségügyi kormányzatot, azokat a pontokat, amelyeket nekem szakmailag megadtak, mint veszélyeztetés, bizonytalansági tényező, stb. Stb. Szíveskedjék megvizsgálni, és a szakmai és etikai szempontokat megítélni. Én minden további intézkedést, vagy nem intézkedést attól teszek függővé, hogy ez a fórum mit mond. Ez volt reggel 9 órakor, fél 10-kor megkaptam Papp Lajos professzor írásbeli válaszát, amely abból áll, hogy nem ért egyet az én intézkedésemmel, és amennyiben ezt teszem, ő a szakmai felelősségről is lemond. Megtettem. Ezelőtt egy fél órával levélben értesítettem, hogy hangosan kifejezett és megismételt szóban és írásban megismételt követelésének engedve felmentem szakmai felelősség alól. Ezt követően pedig felkértem az intézetünk másik sebészeti klinikájának igazgatóját, Kis János professzort, aki hát maga is mellkassebész lévén valaha szívműtéteket is végzett. Megkértem a szakmai igazgatás teendőire. Tehát ezek az intézkedések ideglenesek. Parancsolja. Az egész igazság az, hogy el volt látva a klinika. Az egész igazság az, hogy nem csak mi, hanem a minisztérium, a társadalombiztosítási központ. Mindenki összeállt azon, hogy ezeket a felsorolt anyagi nehézségeket úgy oldja meg, hogy Papp professzornak zavartalan munkalehetőségei legyenek. Ebből a három vizsgálatban mind a három negatívan végződ. Na ugye azért azt nem mondhatja, hogy az egész magyar társadalom esküszik össze egy személyen szemben. Én is láttam egy dokumentumot, a Minden igaz Súlyán miniszter úr levelét, amely arról szól, hogy az előző rektor felelősségét 30 napon belül megvizsgálja, és egyben felkéri, hogy a gazdasági igazgató ellen kezdeményezzen fegyelmi eljárást. Akkor hogyan lehetett? Megtörtént. De akkor milyen vizsgálat volt? Megtörtént, gazdasági jellegű, részletes és kiterjedt vizsgálat volt. Miniszter úr hármunkat rendelt magához akkor, és ezzel megbizatással jöttünk. Ő azon a véleményen volt, hogy itt ne a fegyelmi eljárások útját járjuk, hanem magához mondta ő is akkor Papp Lajos professzor munkáltató jogkörét. Mint ahogy tettem én ezt most, mert a legutolsó kérdésemre és kérésemre a miniszter úr annyi választ adott, hogy járjak el jog szerint. Sajnálatos módon ez a szituáció most ezért éleződött ki, mert a 11 nővér ügyének elbírálása és kezelése tekintetében az én véleményem nem egyezik professzor véleményébe, és éltem a rektori hatalmammal a 11 nővér érdekében. Annélkül, hogy ezt ne adtam volna elsősoron az igazgató kezébe, hogy kezelje a fegyelem szempontjából ezt az eseményt. A kezelés módja azonban az én erkölcsi megítélésemmel nem egyezik. Meg kell mondanom, hogy a hétfőre tervezett professzor mellett, ha jól értettem, igen, a sztrájk ügyével kapcsolatban. Tüntetés, nem sztrájk. Tüntetés, bocsánat. Tüntetéssel kapcsolatban is el kell mondanom, hogy a szerkesztőségünket többen megkeresték betegek,
és arra kérték, hogy közöljünk nyílt levelüket, tehát az elmúlt 2-3 napban, ahhoz képest, hogy a klinikáról riport szeptember 8-án is jelent meg a Kurírban, a professzor védelmében ahhoz hozzászólás beteg részéről nem jött. Én nem tartom egészségesnek, hogyha most volt betegeket bármilyen érdekek alapján pro és kontra utcára visznek, és nem tudom, hogy professzor úr, hogy ítéli meg. Kérem szépen, én néhány ezer beteget megoperáltam, és ezek szívesen eljönnek nekem a nyilvánosság előtt kezet csokkolni. Bármelyik klinikáján is ennek az intézetben. Nem tagadom.
Pap Lajos professzor úr személye körül nagyon sok vita és indulat támadt. Körülbelül 3 havonta ismétlődnek ezek a csaták. Nagyon nehéz őket kezelni. Nagyon nehéz nekem azt mondani, hogy kérem azt, amit egy német professzor vagy egy másik professzor nekem írásba ad, azt én nem hiszem el, mert én Pap Lajos professzort szeretem, pedig szerettem. Én hoztam vissza az intézetbe, és ma is... Kérem, gondoljanak arra, hogy betegek fekszenek itt. Én vettem a bátorságot, hogy őket behívjam a kapukon, ne éljenek vissza vele, őrizzük meg a csendet. Hol hagytam abba? Nos, ott, hogy ma is az a helyzet, hogy Pap Lajos professzor operál, a helyén van, és ezt nem fogjuk hagyni megváltoztatni. Ami körül vita folyik, az nem az ő személye és tehetsége, nem az ő szívsebésznek termet, mi volt a körülmények, személyes dolgok, amiben már nagyon beletenyereltek sokan, és engedjék meg, hogy én az önök jelenlétét ne tekintsem beletenyerelésnek. Persze, hogy nem ez a szavazás fogja eldönteni, hogy mi történik, sem az, hogy én mit tehetek, hanem tekintsem a szeretet. Szeretet megnyilvánulásának, tekintsem egy olyan erőt adó jelenlétnek, ami azért bizonyos dolgokat igazol, ami azért bizonyos dolgokat eldönt, és ennek megfelelően viseljen magam. Nem ígérek semmit, és nem akarom felsorolni, hogy mi mindennel kell szemben állni egy ilyen vita során, de böcsületet, Pap Lajos iránti kollegialitást és ennél többet meg tudok ígérni. Holnap az önök iratait a vezetői értekezlet elé terjesztem érdemben és nem formálisan. Én egy nagy intézetért, sok orvosért, sok betegért vagyok felelős. Minden lépésemet, minden mondatomat meg kell gondolni, de egyet megígérhetek. Sohasem fogok nemtelen támadásoknak tápot vagy helyet adni. Egy újságosan jelent meg az, hogy kidolgozott is állalának. Mert a rektor úr az vala van, az azt mondja, hogy megtudjuk. Akkor ki van állalának? Azt szeretnénk tudni. Ki van állalának? Az a rettenetes sok törpe, aki ő mellette sok törpe. Ez egy óriás az ember. Ezt tudomásul kell venni, aki reggel 7-től éjfélig dolgozik, és éjfél után még kimegy Budakeszire megnézni a betegeit, hogy jól az utókezelésen jól érzik-e magukat, az csak óriás lehet. A többi meg csak törpe lehet. Nincs is ezen mit mondani. Szabad, egy oldalon tájékoztatott bennünket vidékből, mert én is 200 km-re jöttem, és nem tudjuk mi a helyzet. Mert arról nem írnak, akik ezt, ami okozza a beszélgetést. Tisztelt társaim! Nagyon szépen köszönjük a megjelenést! Igen, mert ott nem Itt van a nagy ellenvélemény, a sztrájkot illető. Az egyik tábor azt mondja, hogy igenis, így kellett cselekedni, nővér, ne sztrájkoljon, vegyen. A másik tábor azt mondja, hogy ezek a nővérek, fiatalok egy órát sem sztrájkoltak, megállapodtak, amit leírtak, az helytálló volt, ne legyen. Milyen
milyen dolog, azt kérem, hogy egy nővér sztrájkol. Képzelje el magát, ott fekszik az ágyon, és nem kap esetleg vizet, nem tud felkelni. Mikor oda vagyunk kötözve a zsinórokkal, gépekhez, és nem kapunk ellátást. Mi az, hogy sztrájkol egy nővér? Bizony azonnal fegyelmit kell neki kapni, ezt én úgy érzem. A professzor úr ezt tette, ezt jól tette. Hát olyan műtétek én hagytam is, kérem, Szegeden nem műtöttek, még nem vállalták el a műtétebe. Kiskunfélegyházáról utaztam föl, azért, hogy ezt elmondja. Csúrján! A direktor úr azt mesélte nekünk, hogy a professzor úr a helyén van. Folynak a műtétek, most elmegyünk oda hátra a kávézóhoz, és itt vannak az asszisztensei, a műtős fiúk itt vannak, és mondják, hogy üres az egész. Tehát nem operál a műtő. Senki, a paplajos bennül a szirodájába, és ott ücsörök. És úgy akkor látszik, miért hogy... mondott nekünk ilyet a direktor? És a direktor úr azt mondta a esti híradóban, hogy a műtétek fel vannak függesztve, egyelőre nem műtenek. És mindez azért van, hogy a többi orvosok szakmailag féltékenyek rá, és irigylik azt a vele született emberi tulajdonságát, amit ő nyújt minden embernek, takarítónőnek, betegnek egyaránt. És az sem igaz, hogy a nővérek sztrájkolni akartak. Ez csak ürügy volt. Ez csak ürügy volt arra, hogy eltávolítsák a rajosokat. És a Súrján miniszter úr, ha... De mondja meg kérem, végtéren, mi, mert azt nem tudjuk, hogy mi indította az egészet erre. Nem tudjuk, mi csak az újságból... Hogy mi indította az egész dolgot odáig, hogy megverjék, hogy félreállítsák, mikor műt a betegekért a lelkét kiteszi. Hát tessék megmondani egy olyan okot, a mi miatt kell neki félreállni. Tavaly műtött pap professzor úr. Itt feküdtem a műtét után 3 hetet az osztályon. Itt az osztályon rend volt, fegyelem volt, tisztaság volt. Naponta 3-szor jött be a műtött betegeit megnézni, bejött még szombaton, vasárnap is, hogy a megműtött betegeit lássa, levizitelje, ha valami gond volt, intézkedhesse. A 3 hét alatt én itt nővérek és a professzor úr között semmiféle feszültséget, semmiféle problémát nem éreztem. Ha most van, ezt valakik mesterségesen szítják. A másik dolog, az itteni kezelés után kikerültem 2 hétes rehabilitációra Budakeszire. Budakeszin a 2 hét alatt 2 alkalommal szakított időt arra a professzor úr, hogy ott is meglátogassa a volt műtött betegeit, hogy a rehabilitáció alatt jól érzik-e magukat, rendben van-e minden. Tessék nekem megmondani, hogy ma Magyarországon melyik orvos, nem professzor, melyik orvos teszi ezt meg. Én azt hiszem, hogy nagyon kevés lenne, hogy ilyet találjunk. És azt sem hiszem el, hogy a professzor úrnak annyira 2 énje lenne, hogy miközben a betegekkel maximálisan, emberségesen, jó szóval, tisztességesen viselkedik, hogy ne ugyanezt a hangot ütné meg a beosztottjaival szembe. Miért lenne a beosztottjaival szemben egy zsarnok? De azt azért hozzá kell tenni, kérem szépen, hogy egy szívklinika az nem játék. Nem tudom, hogy mi öröme van, az öröme, hogy meggyógyítja az embereket. Az semmi másban nem látni, nem is öröme az ember. Mert én tudom, mert én is szegény asszon vagyok, vidéki vagyok, és megműtött. Már én nem tudtam egy szót kimondani, tessék elhinni, nem tudtam olyan messzire elmenni, mint ön van itt hozzám. Olyan beteg voltam, és mégis az anyám volt az első, aki adta az életet, ő a második, ő adta neki. Mi tetszene gondolni, hogy 300 kilométerről ez a sok beteg ember ebbe az iszonyú időbe csak puszta luxusból jött ide. Az emberi igazságot szeretnénk, amit úgy látszik se Súrján, se rektor, senki nem akar megadni. Először mondtam, hogy nem láthatnánk, csak egy pillanatra, hogy meggyőződjünk róla, hogy igazat mond. Azt mondta, hogy nem. Mert a műtét előtte meg azt mondta, hogy folyik a szívműtét. Utána egy pár percen megkérdezte valaki, hogy mikor kezdődnek meg a szívműtétek. Azt mondta, hogy nem tudja. Mondom, akkor hazudni tetszett, mert az első pillanatban azt mondta, hogy benn van a műtőben. Finoman. Megmondom a szemébe, hogy hazudik. Ha ezt megmeri tenni, hazudik. A szívsebészetek fegyelemnek kell lenni. Hogy ő ezt valamilyen módon be akarja tartani, ezért csak köszönet és tiszteletet érdemel, nem pedig fricskákat és mindenféle intrikákat. Igen. Ezek beteg emberek voltak, jó néhányukat én is ismertem. Tudtam arról, hogy ez szerveződik, és nagyon komolyan és keményen vigyáztam arra, hogy semmilyen szinten a betegeknek ezen spontán szerveződésébe
ne szóljunk bele. Borzasztó nagy tisztelettel fogadtam, ezt borzasztóra féltettem ezeket a betegeket, szívbetegek. De aki tudja, hogy mi mennek át a betegek, aki tudja, hogy esetleg nem az első, hanem második vagy harmadik műtéten átesett betegnél milyen tortúrák és milyen óriási megkönnyebbülése az, hogyha egy műtét aztán végül jól sikerül, az megérti, hogy ezek az emberek kimennek. És másodszor nagyon fölháborított az, hogy ezen betegeket, a szerencsétlen, szenvedő szívbetegeket valaki orvos létére csőcseléknek nevezi. A mai beszélgetés előtt azt mondtam, hogy ez a történet befejeződött. Ezt a történetet nem lehet tovább folytatni. Én nem tudom tovább folytatni. Nem is akarom tovább folytatni. Ahogy az elmúlt egy évben, vagy az elmúlt három évben megfélemlíteni nem tudtak, most sem tudnak megfélemlíteni. Mert én tudom, meggyőződésem, hogy nem az használ a magyar egészségügynek, hogy a korrupt, minden eresztékében beteg magyar egészségügyi vezetést tovább éltetjük, hanem talán az, hogy egyszer, valamikor, talán most ezeket eltávolítják, és lehetőséget adnak arra, hogy valami egészséges folyamat meginduljon. Természetesen ennek semmi biztosítéka nincs, hiszen lehet, hogy a második generáció ugyanilyen korrupt vagy korrupt lesz, de legalább a lehetőség megteremtődik. Hány órára? 10 órára a doktorom mondta az orvosom. Elnézést, ne haragudjon már. És mikor lehet bejönni? Látogatni? Igen. 3 órától 5-ig. Nálam meg van beszélve, hogy 9:30 és 10 között idejövök. Nekünk is 10-re kell idejönni a doktorhoz. Igen. Hát most akkor a beteg izguljon egy hétfői műtét előtt, hogy most velem történt valami, vagy nem történt. Kezemben tartom egy tegnap a klinikai rektorhelyettes úr, Zészabó László professzor úr levelét, melyben tegnapi dátummal leállít az egyetemen mindenfajta ambuláns tevékenységet munkaszüneti napokon. A levél úgy kezdődik, hogy az utóbbi hónapokban különböző ambulanciák címén járóbeteg rendelések kezdték meg működésüket szombati napokon egyetemünkön. Jól lehet, ebből a levélből nem derül ki konkrétan, hogy mire gondol a professzor úr, a klinikai rektor helyettes úr. Mindazonáltal érdekes adalék lehet a kezemben tartott ambuláns rend, amelynek dátuma 1991. szeptember 16, és pap professzor úr kinevezése utántól lépett ez érvénybe. Ebből világosan kiderül, hogy a dolog nem az utóbbi hónapokban kezdődik. A levél, ami egyébként nyilvánvalóan, hiszen a klinikai rektorhelyettestől származik, és így módon jogilag nem támadható, neki jogában áll ilyen intézkedést tenni, azonban az indoklásában több dolog hibázik. Többek között felhívja az intézetvezetők figyelmét, hogy a szombati járóbeteg ellátásoknak bizonyos feltételei nem adottak, úgy mint személyi feltételek, konzilumi hátterek,
és vádként hozza föl, hogy nem egy esetben jelentős mértékben terheli intézményünk diagnosztikus egységeinek ügyeleti szolgálatát. Igencsak furcsa az is, hogy azt írja a klinikai rektorhelyettes, hogy e fajta járóbeteg rendelés ellentétes a finanszírozási rendszer gyakorlatával, és fedezetlen anyagi konzekvenciát von maga után, melyeket az intézmény vállalni nem képes. Ez nagyon érdekes tekintettel arra, hogyha az ember megnézi az ambuláns naplót, amit kötelező vezetni minden beteg esetében, akit az ember ellát, akkor világosan kiderül, hogy Papp professzor minden betegét ledokumentálta, és ezzel nem hogy anyagi konzekvenciát jelentene az egyetemnek, hanem jelentős összeget hoz be az egyetem számlájára a jelenleg érvényben lévő pontrendszer és súlyarányok alapján. Hát eltiltani egy orvost, aki zseniálisan tud műteni a tevékenységétől, ez legenyhébb szó is, az, hogy nem csak szemtelenség, hanem emberellenes vétek. Nem csak emberellenes vétek, hanem halál, gyilkossággal is könnyen azonosítható, hiszen rengeteg beteget nem tudnak megmenteni amiatt, mert nem engedik a zseniális embereket dolgozni. Én egy súlyos, daganatos beteg vagyok, sebészetre vagyok berendelve, a tanárom oda rendelt be, hogy azonnal segítsen rajtam, mert időnközönként azonnal kell segíteni, és nem engednek föl, kérem. A kettes sebészetre Hornok tanárhoz vagyok berendelve, és egy kivezetett daganatomban szégyeljék magukat, kérem, hogy ezt csinálják azért, mert hatalmi harc van, azért, mert féltékenység van, semmi másért. Itt nem a beteg, persze, hát mert te azért, mert tegnap kérem a Papp professzor úr a tévében nyilatkozott, a rendőrség, vagy a bíróság visszahelyezte őt az állásában, mint igazgatót, erre elrendelték, hogy nem lehet kérem az ambulancián, nem rendelhet. Máma be van rendelve egy csomó betege, és nem rendelhet. Holott ő nem jön ide vissza, mert megmerte mondani, hogy hányan haltak meg a jelenlegi gárdánál. Hogy jutották az ambuláns rendelést? Azt jelenti, hogy ma nem mehetünk be. Igen. És milyen jogom, milyen címen? Mint rektor helyettes. Na jó, de hát a betegei a rektor felelős, vagy pedig a professzor. Hát ez egy nagyon jogos kérdés, talán az Észszabó úrnak kellene ezt föltenni. Jó, a rektor helyettes, ő adta ki ezt az utasítást. Elnézést, én is a professzorhoz jöttem, de nem fogad. De milyen címen adhatnak ilyen utasítást, hogy a betegeknek a kárát akarják, és a kárát csinálják? Hát egy beteg, a beteg meg akar gyógyulni. És azért egy rektor ne álljon útjába az egészség gyógyulásának. Hát micsoda dolog ez? Hát micsoda állapot ez? Mint hogyha nem tudom én, a vadvilágban élnénk. Hát ez abszolút. Hát hogy lehet egy ilyen állapotot, ilyen dolgot elrendelni? Józan ember, józan ész, ilyet nem cselekszik. Hát nem a betegekért tették ők az esküt, hogy a betegeket gyógyítják, és a betegek érdekelő az, hogy minél előbb, minél gyorsabban meggyógyuljanak. Az így ilyen gyalázat arra a népre, arra az országon nézve, hogy a betegeket ilyen hanyagul, ilyen gyalázatosan kezelik. Szégyene az országnak, hogy ilyen embereket tartanak. És akkor a betegek, akik eddig betegek voltak, szerencsétlenek, azt se tudják kihez, mikor, milyen formában mehetnek. Mert esetleg még azokat is bozsúállás éri. Hát egy szomorú tragédia ez. Én szégyellem magamat. Szégyellem, hogy magyar vagyok. Pedig 73. évemet taposom. Becsülettel megműtött. Itt vagyok, hála Istennek, egészségesen. Szégyellem magam, hogy magyar vagyok. Hogy ilyen gyalázatok történhetnek ebbe az országba. Ő műtött meg engem. 3 érkoszorúval. És akkor menjek egy másik orvoshoz, aki azt sem tudja, hogy tulajdonképpen mi volt a bajom. Amikor kiderült ez a zalaegerszegi lehetőség, akkor magam is megnéztem, csak szakmai szempontból,
hogy vajon jelent-e majd segítséget a magyar szívgyógyászat számára. És azt kell mondanom, hogy az akkori igazgató és gazdasági igazgató, valamint a munkatársai természetesen, olyan módon készítették elő, hogy Papp professzor úrnak minden olyan igényét, amely egy korszerű szívsebészeti ellátáshoz építészetileg, műszerben, személyzetben szükséges, biztosítottak. Mi, amikor a professzorral tárgyaltunk, mi a megvalósításon tárgyaltunk, és ő nagyon visszafogottan nyilatkozott a korábbi ügyeiről. Mi pedig nem is forszíroztuk, mert túl sok ága boga lett volna annak, hogy itt most ebben megpróbáljunk tisztán látni. Mi leültünk, beszélgettük, korrekt szakmai együttműködő partnereket találtunk bennük, azokat találtak a mi munkatársaink, a társszakmáink, mi pedig azzal foglalkoztunk, hogy hogyan tudunk itt szívsebészetet és kardiológiát csinálni, a régi dolgok pedig nem érdekeltek. És különösen nem értjük, hogy hogyan fordult akkor ez úgy elő, hogy ugyan kiváló szakemberek hónapokig praktikusan munkanélkül vannak, és nem dolgoznak a betegek érdekében, hogy hogyan jutott idáig a helyzet. Elsősorban a minisztérium, mégpedig a Népjóléti Minisztérium, de nem kisebb súlyjal lévén ez a centrum egyben a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem kihelyezett szívsebészeti tanszéke, ezért ugyanilyen súlyjal jelentkezett a Közoktatási Minisztérium annak korábbi és jelenlegi vezetői, hiszen ehhez miniszteriális hozzájárulás kellett a Kultuszminisztérium részéről is. Abszolút érdeke volt az, hogy minél előbb kikerüljünk onnét, hiszen személyiségjogi perek, munkajogi perek nehezítették az ő helyzetüket, és végső soron az idő teltével egyre inkább bebizonyosodott az, hogy azok a mondva csinált problémák, amelyet személyemhez kötöttek, azok személyemhez kötöttem mondva csináltak, de valójában élő problémák maradtak, tehát az egyetem visszamaradó szívsebészeti részlege sem szakmailag, sem erkölcsileg nem áll talpra. A Hiete részben elég jó partner volt, hiszen konstruktív jellegű megbeszélések zajlottak a munkajogi kérdések tisztázása ügyében, a szakemberek átvétele ügyében. Voltak nézeteltérések, de ezeket megfelelő módon végül is lehetett rendezni előbb-utóbb. Hietének volt még egy ígérvénye, hogy számunkra, miután a speciális szívsebészeti ellátás műszerezettsége nem volt adott, és itt egy konkrét pénzügyi kiadásokról lett volna szó, egy komplett műtő felszerelését ígérte. Az egyetem hű volt önmagához, szerződésekben, dokumentumokban rögzített eszköz, műszer együttes átadásáról lett volna szó. Valójában ezt a szerződésekben rögzített. A minisztériumokban hosszú tárgyalások után kialkudott műszer együttest az egyetem nem adta át. Egy 20-30 éves szívtüdő motorpumpán kívül, amit néhány hétig használtunk, csak más nem kaptunk. Sem kéziműszerek, sem a műtő, illetve a szívsebészet egyéb olyan speciális eszköztár, amely ott rendelkezésre állt, nekünk pedig értelmszerűen nem volt meg. Az egyetem annyival támogatta a tanszék létrejöttét, hogy részállásban, részfizetéssel foglalkoztat bennünket, de egyetlen egy példát szeretnék említeni. A Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem szívsebészeti tanszéke Zalaegerszegen létrejött, és mind a mai napig, 1994. szeptember 1-től a mai napig a tanszéki működésre, anyagi, dologi kiadásokra összesen 20 ezer forintot kaptunk. Egy ilyen szakmai program megvalósítása és egy szívsebészeti centrum létrehozása az nem Zalaegerszeg vagy Zala megye feladata, és egy ilyet nem is vállalhatott fel anélkül, hogy ebben ne érezné maga mögött a szakmát, minisztériumot, társadalombiztosítást, a kardiológiai szakmai kollégiumot. Számtalan különböző testület és fórum tárgyalt ezt az ügyet, és hol indirekt, hol sokkal direktebb szóbeli, írásbeli biztatást kaptunk a tekintetben, hogy jó úton haladunk, és a programot támogatják. Tehát azt kell mondjam, hogy 93-tól tulajdonképpen konkrét kormányzati támogatásban részesültünk. Sajnos ez egyfajta szellemi és eszmei támogatás
maradt, ennek anyagi forintosított formáját nem tudtuk realizálni. Végül is a Társadalombiztosítási Önkormányzat, illetve Egészségbiztosítási Pénztár elnökével tárgyaltunk, aki tett egy ígérvényt, hogy mikorra tud konkrét választ adni, hogy a működtetési költséget illetően az Egészségbiztosítási Pénztár befogadja szolgáltatásai közé az Zalaegerszegi Szívsebészeti Centrumot. Ennek az ígérvénynek egyébként határidőre szinte napra tett eleget az utolsó napon, amikor is a önkormányzat elnökséget tárgyalta, és elfogadta és támogatta a Szívsebészeti Centrum működését. Az egy más kérdés, hogy a kórház felé az elszámolás mind a mai napig nem történt meg. A kórház vezetés részéről kaptunk egy előlegezett segítséget, hiszen ez időtájt 1994. augusztusában még nem volt társadalombiztosítási garancia arra, hogy itt szívsebészet lesz. Miniszteriális ígéretek voltak, de ebből semmi nem valósult meg. És lévén nyári időszak, a nyári szabadságok időszaka rendkívül nagy teher volt a kórháznak, hogy mintegy 50 középszintű dolgozót, nővért, asszisztensnőt, műtő dolgozót, orvost biztosítson arra, hogy mi el tudjuk kezdeni a szakmai elméleti kiképzést. Ezen a nővérek részére zajló továbbképzésen már az első napon úgy mentem haza, hogy ez nem lehet, hogy így lehet csinálni, hogy így lehet betegekről beszélni. Szóval egész évben rendkívül meghatott, és már az első nap tudtam, hogy ide olyan orvosok kerültek, akikkel én még nem találkoztam. Megtisztelő volt számunkra az, hogy a nővérekkel, illetve velünk úgy foglalkoztak, hogy a saját orvosaink készítettek föl arra, hogy a szívoperált betegekkel hogy kell bánni, mit kell tudni, és nem igaziból csak szakmai tanácsokat, hanem praktikumokat, és óriási nagy empátiás készséget próbáltak a nővérekbe sugározni. Gyakorlatilag az egész kórház szervezeti, szakmai működését újra kellett konstruálni. Szét kellett szedni, össze kellett rakni. Az egész belgyászati tevékenységet, a belgyászati osztályok profilját, a műtő működési rendjét, az anesztézia, az intenzív osztály és munkatársak működési rendjét, a társszakmák kapcsolatát, a tényleges kubatúrát, infrastruktúrát biztosítani, és mindezek mellett olyan képzést folytatni, amely már az idejött szakemberek végeztek, részben pedig innen különböző intézetekbe elmenő szakembereinket képezték, hogy mindazokat a speciális ismereteket, amelyeket a szívgyógyászat és a szívsebészetben való partneri szakmai szerep kíván, elsátítsák a munkatársaink. Ez egy több hónapos, nagyon intenzív képzés, és költség is volt a kórház részéről. Végül is ez a gárda összeállt, és két hónapon keresztül napi 8 órában elméleti képzést kaptak a leendő munkatársak, majd ezt követően egy újabb teljes hónap során betegek nélkül a speciális műszerismereteket sajátították el. Erről az időszakról csak örömmel tudok beszélni, mert valami olyasmi történt, ami ritkán adatik meg az ember életébe, hogy kap egy feladatot, és a feladatnak minden elemét végig csinálhatja úgy, ahogy maga elképzelte. Ez a hotelrész, amelyek a folyosóján állunk, ez teljesen üres volt. Az üres szobánk voltak, nem voltak ágyak, nem voltak matracok, nem voltak párnák. Nem volt egy kanál, egy villa, egy gyógyszerszekrény, WC-ülőke, semmi nem volt ezen az osztályon. Tehát ami itt van, ezt mi teremtettük elő, illetve a kórház. Abból a szempontból szerénytelenségül mondhatom, hogy a mi, illetve a nővéreknek a dicséretére váljék, hogy mi tudtuk megigényelni, hogy mi az, ami kell. Tehát nekünk kellett ezeket az eszközöket felírni, kinyomozni, hogy kitől kell megrendelni, és hogy itt tartunk, erre nagyon büszkék vagyunk.
A házon belül szakmai közvélemény is úgy volt, hogy amikor miközben állásfoglalt a szívsebészet mellett, és hogy igen, és kell, és szükséges, és támogatják, és látták, hogy ebben haladunk, úgy igazából azért senki sem hitte olyan, hogy ez egyszer csak egy viszonylag és rövid időn belül ilyen kompakt egység összeáll, és tényleg működik. Orvos munkatársaimmal együtt sikerült ezt a rendkívül lelkes gárdát olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel fölvértezni, hogy 1994. november 8-án az első nagy szívműtétet elvégezhettük. Az elmúlt időszak bizonyította azt, hogy nem csak a mi munkánk, hanem az ő hozzáállásuk is olyan volt, hogy ezeket az ismereteket, amelyet ugye annak idején a korábbi történetünkben némely professzor, társ, illetve kolléga úgy fogalmazott, hogy évek kellenek ahhoz, hogy egy szakember gárda kialakuljon, hónapok alatt összeállt. És az idő táblatában bátran tudom mondani azt, hogy olyan eredményeket produkáltunk az elmúlt hónapokban, amely legszebb álmaimat is meghaladta. Fél éve üzemelünk fokozatosan fölfutva, tanulva dolgokat, és túl vagyunk a 120. nyitott szívműtétnél tartunk, és több mint 200 egyéb műtét volt. A halálozási arány világszínvonalú, szinte minden egyes beteg halála olyan egyéni sorsveszteségként éli meg az osztály, hogy hihetetlen erőfeszítéseket tesznek a betegek érdekében. Tehát azt kell mondjam, hogy nagyszerű és kiváló az együttműködésünk. A mi esetünkben azért figyelemre méltó különösen ez az eredmény, mert a mai napig nem rendelkezünk úgynevezett szívvizsgáló laboratóriummal, rendszerrel. Szívkatéteres vizsgálatot Zalaegerszegen nem tudunk végezni. Ezeket a vizsgálatokat Szegeden, Budapesten a különböző kardiológiai centrumokban végeztetjük, kérjük, hogy végezzék el. És azok a betegek, akik Zalaegerszeget választják, két betegkörből kerülnek ki. A Zala megyei betegek, akik közül a legsúlyosabbakat tudjuk erre a kivizsgálási folyamatra irányítani. A másik része más intézetekben, az ország gyakorlatilag mindegyik szívsebészeti centrumában már kivizsgált beteg, de valamilyen okból meg nem operált beteg. Az okok döntő része úgy foglalható össze, hogy a kollégák nem tartották operálhatónak azokat a betegeket, vagy olyan magas veszéllyel tartották operálhatónak, amit nem vállaltak. Ez a két betegcsoport körülbelül 50-50%-ban teszi ki a betegeink spektrumát. Ha most mondjuk zöld mezőben vagy nem zöld mezőben ilyen szívsebészetet létre kéne hozni, minimum 2 milliárdba biztos belekerülne. Mi, amikor az első szakmai programunkat leadtuk a minisztériumban, ott pontosan kibontottuk, hogy milyen elemeket próbálunk megvalósítani, azokból milyen forrásokra van szükségünk, és azt honnan próbáljuk összerakni. Mi saját erőből tudunk, mi már adott, mire várunk ugye mástól segítséget. Na most ez valahol elkerült a figyelmet, hogy ott volt egy 300 milliós tétel, ami egyszerűen azokat a kézi műszereket, gépeket jelentette, amelyek nem voltak itt, és hát kest, nincs a kórháznak 300 millió, ma egyetlen magyar kórháznak se, hogy ezt letegye. De ha azt mondjuk, hogy ez egy ilyen program megvalósításának a 10%-a, és a dolog már ráadásul működik, akkor azt kell mondjam, hogy ez egy igen méltányos investíció lett volna. Na most ez nem valósult meg, tehát gyakorlatilag nem kaptuk meg ezt a pénzt, ez nagyon jelentős mértékben megterelte a kórház likviditási helyzetét, gyakorlatilag mi egy éve ilyen pengélen egyensúlyozgatva működünk és élünk tovább, amivel remélem, hogy a betegek nem érzékelnek semmit, de az igazsághoz tartozik, egy minimális segítséget kaptunk, tehát mondjuk 30 millió forintban fejezhető ki ez a fajta anyagi segítség, illetve a társadalom biztosított tavaly adott nekünk egyfajta működési előreget, amelynek a nagyságrendje, ugye a köznapi ember számára azt mondom, 70 millió forint, az hú, az elég jó kis pénz. Na most ezt ugye gyorsan feléltük, hiszen amíg elindult a centrum, és a szakembereket föl kellett venni, képezni kellett, stb. Tehát, és az elszámolás nem történt meg. Ez együtt én azt hiszem, hogy ez a program innen nem vihető el. Ez ide belegyökeresedett a kórházba és Zala megyébe. Az igazgatókat el lehet meg küldeni, meg lehet bukniuk, de a Zala megyei polgárok
attól ezt már nem lehet elvenni. Szerintem nem engednék meg ők maguk. Tény, hogy az elmúlt néhány hónap alatt több zalai polgár részesült szívsebészeti ellátásban, mint a korábbi 3 év alatt. A szakmai színvonal a szívgyógyászat területén nem összehasonlítható a korábbiakkal. Aláhúznám és hangsúlyoznám, hogy a lehetősége nyílt meg annak, hogy a megyébe vagy a szűkebb régióban lévő betegek valós eséllyel számíthatnak arra, hogy szívsebészeti ellátáshoz juthatnak. Tehát ma itt tartunk, hogy azok a betegek, akik súlyos szívbetegségben szenvednek, belátható időn belül, 1-3 hónapon belül szívműtéthez juthatnak. Ezt tartom legnagyobb eredménynek. Az igaz, hogy a világon nincs olyan induló üzlet, egészségügyi intézmény, vagy bármilyen újonnan létesült új munkahely, ahol a kezdeti időszak ne lenne gazdaságilag ráfizetéses. Aláhúznám a gazdaságilag ráfizetéses, mert ha valaki konzekvensen végig gondolja, hogy az egészségügy lehet-e egyáltalán gazdaságos, akkor csak azt tudjuk mondani, hogy abban a pillanatban, amikor gazdaságos, akkor már meg kéne szüntetni, mert akkor már nem a betegek érdekeiért, hanem az egészségügyet ellátó iparért történnek a dolgok. Szerencsére a kórház eddig bírta és bírja a megyei önkormányzat támogatását. Ugye ez sajnos az önkormányzat helyzetében szintén csak eszmény és szellemi támogatás, de számunkra egy nagyon fontos hátteret biztosít, mert enélkül gyakorlatilag nem élhetnénk. Hiszen a mai jogszabály rendelkezések, pénzügyi szabályzók mellett mindenfajta megoldási javaslatunk olyan nagyságrendű, vagy olyan konstrukciójú, amely önkormányzati hozzájárulást, vagy közgyűlési hozzájárulást igényel. De nem mondhatunk le arról, hogy a társadalombiztosítás ne fizesse ki tényleges elmaradásait, és fogadja be ennek a működtetési költségeit. És számtalan olyan egyéb konstrukció van a belső költségcsökkentésen kívül, amely működtetési pénzeinket próbálja még valamest visszaszorítani, de azt gondolom, hogy egy jelentősebb nagyságrendű forrásbevonás nélkül a működésünkben ezt nem tudjuk igazdálkodni. Úgy látom az elmúlt években, hogy van egy technokrata réteg, amelyik igenis akar csinálni egy jó egészségügyet. Na most, hogy ez miért bukik meg, miért megy időnként tévutakra, miért nem lehet ezt rendszerben következetesen végvinni, ezt nem tudom megítélni. Azt gondolom, hogy van egy csapat, amely ezt próbálná csinálni. Van egy csapat, amely a kicsinyes érdekei mentén torzítja el ezeket a szándékokat, és ezek egészen piti, személyes, üzleti, pénzügyi, vagy nem is tudom milyen hatalmi pozíciós érdekek, és van egy réteg, megmerem kockáztatni, hogy a gengszterizmus határát súrolóan szippolyozza ki, vagy a saját érdekeit kényszeríti rá az egészségére, és nyilván ebben torzul aztán el az eredeti szándék, vagy azok szándék, akik esetleg ezt a szakmai vonalat kívánnák képviselni, és következően végvinni, és úgy látszik, a társadalmi környezet nem elég erős, hogy nekik megfelelő bázis biztosítson ahhoz, hogy ezt igenis végig lehessen következetesen vinni, és kiépíteni egy új, a beteget szolgáló szisztémát és rendszert. Ki kell állni az emberek elé, és azt mondani, hogy uraim és hölgyeim, önök befizettek egy óriási összeget, egy olyan összeget fizettek be, amivel egy 45 éves ember ma megoperáltathatja magát kinn Ausztriába, de ezt a pénzt maguk, ha betegek lesznek, nem kapják vissza. Mi ezt nem vállaljuk föl, és ezt nem csináljuk. És akkor az emberek majd elkezdik kérdezni azt, hogy hova lett ez a pénz, és szeretnék megnézni, hogy vajon gazdaságosan működik-e ez a rendszer. És akkor esetleg kiderülhet az, hogy olyan gyógyszerek támogatása, mint a Kavinton,
amiről semmilyen vizsgálat nem igazolta egyelőre azt, már nagy vizsgálatra gondolok, hogy igazán hatékony lennek, ennek a támogatása ugyanannyit tesz ki, mint az egész magyarországi szívsebészetnek a támogatása. Tehát akkor az emberek talán elgondolkoznak, de megint csak mondom, a hatalom cinizmusa ez, nem teszik, senki nem állt ki azóta se, senki nem mondja azt, hogy kérem szépen, hát azért vagyunk listavezetők az egész világon, a szívbetegek halálozásába, mert nem ölünk rá kellő pénzt, és hát ezt Kökény miniszter úr is kijelentette, hogy nálunk akut műtét nem marad el, hát úgy haltak a betegek, és úgy halnak, hogy nem igaz azóta is, úgyhogy akut műtétben ezek rengeteg elmarad, és majdnem, hogy minden műtét, ami ilyen esetben elmarad, és akik belehalnak, azok nyugodtan pert indíthatnának a hozzátartozók ez irányban. Amikor a pap professzor megint csak a kapacitás leállítása miatt most már Zalaegerszegen éhségsztrájkot kezdett. Megint a hatalommal való szembetalálkozás, megint az a morális nyomás, hogy az ember nem bírja azt elviselni, hogyha emberek életeje az ő vállán van. Aggódtam érte, nem csak mint szívsebészér, és mint a betegek egy kiváló operatőrér, hanem mint barátér is. Azt ugyanis tudtam, hogy nem blöföl, és azt ugyanis tudtam, hogy hajlandó éhen halni, ennyire ismertem. Ugyanakkor viszont zugolódtam ellene, mert úgy éreztem, hogy minket is megkérdezés nélkül egy zsarolási helyzetbe hoz, és egy zsarolással próbálja elérni a célját, és az hatalom rákényszeríti az ő vállára azt az etikai nyomást, hogy ő a felelős azért, hogy nem operálja meg a betegeket. Élet-halál urává teszi úgy, hogy egy beteget mikor operál meg, nem az ő dolga lenne, neki az lenne a dolga, hogy mindenkit kellő időben a legjobban megoperáljon. Tehát érthető ebből, hogyha egy beteg azért hal meg, mert véletlenül így kitkerül és csúszik, és ő teszi ki egy másik beteg miatt, akkor nem más fogja hibáztatni, a saját lelkiismerete fogja hibáztatni. Tehát egy olyan kényszer, ami alatt borzasztó nehéz élni, és ami meg tudja vadítani az embert. És ez az, ami a hatalomnak az azóta is fennálló cinizmusa a mi betegellátásunkkal kapcsolatban. Nekem először gyónni kell, mert én az éhségsztrájkkal nagyon nagy bűnt követtem el. Kik ellen? Csak azok ellen, akik szerettek és szeretnek. Szüleim ellen, családom ellen, testvéreim ellen, barátaim ellen, a betegeim ellen, mert ők fájdalmat éreztek, mert aggódtak értem. Az ellenségeim természetesen örültek. Tehát én fájdalmat okoztam azoknak, akikért én küzdeni akartam. És örömet okoztam azoknak, mert ha meghalok, akkor örülni fognak a gonoszok. És hogy kimondtam a gonosz szót, én soha nem fogok kimondani nevet, pártot, mert nem párt párttal szemben, mert nem bőrszín bőrszínnel szemben, nem elvek elvekkel szemben, hanem a gonosz áll a jóval szemben. És én a jó oldalán szeretnék állni, de először
a bűneinkről kell beszélni. Azért nagy az én bűnöm, mert még azt sem tudtam elérni, hogy önök tudják azt, hogy én miért követtem el ezt a bűnt. Tehát az első pontban szeretném szó szerint felolvasni azt a nyilatkozatot, amelyet csak egyetlen egy újságba olvashattak, de két napon belül ez az újság megszűnt. Ebben a jogállamban nekem csak nyert pereim vannak. Megnyertem a bíróságon, de egyetlen egy bírósági ítéletet, amelyet én megnyertem, nem hajtottak végre ebben az országban. Ezek közül egyet emeltem ki, és ezzel kezdtem a nyilatkozatot. 1993-ban a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem szív- és érsebeszíti klinikáján az intézeten belül és a magyar egészségügyben másodt is gyanítható korrupciós láncolat lehetőségét derítettem fel. Ezután igazgatói posztomról leváltottak, emberi méltóságomban és tisztességemben megaláztak. Az ügyben beadott munkajogi perben a jogállamiságot sértő módon 4,5 éve bírósági döntés nem született. A szívműtétek elvégzésének lehetőségétől tartósan megfosztottak. Több mint 50 betegnek műtétet ígértem, az ígért műtéteket elvégezni nem tudtam. A műtétre váró betegek közül többen meghaltak. 12-en. 1993 végén a televízió nagy nyilvánossága előtt a Hét című műsorban kijelentettem, hogy beteget többé nem csapok be. Rám váró beteg halálát nem okozom. 1997. november 17-től ismételten nem tudom elvégezni a felvállalt szívműtéteket. Minden lehetséges utat bejártam, minden lehetséges fórumot megkerestem, hogy ez a helyzet ne következzen be. Adott szavamat az ország nagy nyilvánossága előtt megszegtem. Magamat fel nem menthetem, csak sorsközösséget vállalhatok a műtétre váró betegeimmel. 1997. december 1-től ugyanazt az esélyt adom magamnak, mint amit a hatalom ad szívműtétre váró betegeimnek, ezért ettől a naptól kezdve csak viszet veszek magamhoz mindaddig, még követeléseimet nem teljesítik. Az állam jogszabályban rögzített módon vállaljon kötelezettséget arra, hogy a szívsebészeti műtétek elvégzése a jövőben valós költségek alapján egyértelműen garantált módon biztosított legyen. Követelem, hogy 1997. január 1-től a mai napig terjedő időszakra a hatalom pótullagosan térítse meg az érdekelt egészségügyi intézményeknek a szívsebészeti műtétek elégtelen állami költségtérítéséből eredő hiányt. A szívsebészeti ellátás nem megyei kórházi, megyei önkormányzati és nem is egyetemi, hanem állami feladat. És a nagyon fontos részeket elfelejtették még csak megemlíteni is, mert csak ezt hozták le, és azt mondták, hogy én a szívsebészetért küzdöm, és az orvostársaim, akik nem tudják, hogy hogy folytatódott ez a szöveg, joggal haragudtak meg rám, pedig így folytatódik. Elfogadom azt, ha a hatalom kiáll a társadalom elé, és legjobb meggyőződése alapján a szemébe mondja, ennyi, és nem több, amit értetek, tehetek. Elfogadom azt, ha kimondják más, fontos feladatok miatt a szívsebészet ebben az országban nem művelhető. Elfogadom azt a döntést, ha a szívsebészetre fordítandó anyagi eszközöket inkább az éhező gyerekekre, a fűtetlen szobában vegetáló nyugdíjasokra fordítják. De mindezen döntéseket a mindenkori hatalom a nagy nyilvánosság előtt vállalja fel. Nem fogadom el azt, hogy a hatalom politikai és gazdasági tartalmú döntések erkölcsi felelősségét az életéért küszködő beteggel tehetetlenül szemben álló
orvostársadalomra hárítsa. Nem fogadom el azt, hogy az állam a kötelezően ellátandó feladatokhoz nem biztosítja az anyagi feltételeket. Tiltakozásomat mindaddig folytatom, míg a hatalom nem nyilatkozik meg egyértelműen és visszavonhatatlanul. Bármi is lesz akcióm vége, kijelentem, hogy döntésem hátterében semmiféle politikai megfontolás nem áll, semmiféle párthoz, társadalmi szervezethez nem kötődik. Ha elérem célom, s módom lesz rá, tenni fogom azt, ami a dolgom, az emberek testi, lelki gyógyítását. Továbbra se fogok azonban lemondani arról, hogy küzdjek az emberi méltóságért, az alapvető emberi jogokért, az elesettekért, a magyarságért, a magyar földért, a magyar hazáért. Bízom a jó szándékú emberekben. És kérésem is volt, mindenkit kérek, a tiltakozás általam választott formáját senki ne kövesse. Mert tudniuk kell, hogyha a szeretteim közül bárki, a betegeim közül bárki ezt az utat választja, akkor nekem abba kell hagynom az éhségsztrájkot. Akkor én nem harcolhatok így tovább, mert megölök valakit, vagy megölhetek valakit azok közül, akinek már én fájdalmat okoztam. És ide az első szellemidézet. Becsaptak természetesen. Eljött hozzám az üzenet, hogy az első operált betegem éhségsztrájkot kezd. Én nekem nem volt módom és lehetőségem arra, hogy leellenőrizzem az információt, mert egyetlen egy ember tudta, hogy hol vagyok, és azt hozta az információt. De le kellett mondanom arról, hogy ezt tovább folytassam, mert hát ha mégis sztrájkol a betegem. És akkor azt mondtam, szorgalmasan dolgozom, és önérzetesen, ha lenyírják szárnyaimat, járok majd lábomon. Ha azokat is levágják, a kezemen járok. Ha azokat is kitépik, hason csúszok. Gróf Széchenyi István. Nagyságos elnök, tekintetes orvoskar, tisztelt hallgatóság és szeretett tanítványaim. Elfogult kebellel lépek a tanszékre, melyről, mint polgár és mint tanító, első nyilvános szavaimat intézem embertársaim és a szeretett haza javára. Igenis, elfogulva lépek azon jeles állomásra föl, melyre felséges urunk magos kegyelme helyeze, hogy a testi jólét, gondviselése és helyreállítása módját tanítsam, hogy a tudomány magvait ifjú emlékbe hintsem. Érzem, fölötte nagyszerű s magasztos-e hivatás, melybe a közjóra, a hőn szeretett hazajavára szívvel, lélekkel munkás lehetek én, ki e födél alatt az intézet jótéteit éldeltem. Hol pedig egy az élet, csak egy lehet az élettan, egy a bonc és kortan is, és itt alapszik a sebészet fogalma, s kiterjedése, melynek lételve nem csupa külidomokhoz való zárkózás és erőműves, szabályozott cselekvés, mely veszélyes empirizmusra vezetne, hanem a kórokok és okozatok viszonyai alapos kutatása és a kórtünemények a természet változtathatatlan törvényeiből való megmagyarázása, és ez utóbbinak szigorú, következetes tanja. Ész nélküli kézmű, nem ész nélküli kézmű a sebészet, hanem mitől külön részekkel bánik a sebész, egyetemes mindenkor világosan szeme előtt forogjon a tudomány. Észrevehették, hogy ezeket a sorokat nem írtam. Ezt a 29 éves Balassa János írta,
1843. október 9-én, amikor megtartotta székfoglaló előadását 5 évvel az egyetem elvégzése után. Én ennél jobbat írni és tanácsolni nem tudok. Addig még Szabó Zoltán védőszárnyai alatt kutattam, és vezetett Juhász Nagy Sándor, nem tévedtem el, mert vigyáztak rám. Attól kezdve, amikor igazgató lettem, kellett szembesülni azzal, hogy az én gondom a takarítónő gondja, az én gondom minden munkatársam gondja, sőt, az én gondom az, amitől Korompai Ferenc professzor megszökött, a pénzszerzés arra, hogy a szívsebészet működjék. Szabó Zoltán fölépített egy csodálatos klinikát, akkor, mint tanítvány és mint beosztottja, nem láttam el ennek jelentőségét, ma már tudom, hogy milyen nehéz és micsoda munka áll mögötte. Azt is tudom, hogy ha az ember elkezdi lopkodni az időt, és minden időt a betegekre fordít, akkor elveszti a családját, elveszti a barátjait, elveszti a munkatársait, és mindenkit elveszít. Mert hogy, hát ez lenne a törvényszerű. De mégsem következett be eddig. Azért, mert a velem dolgozó minden munkatársam, a takarítónőtől kezdve, a főorvosig, az osztályvezető főorvosig, a műtősnőtől, az intenzív osztályos nővérig egy nagyon bonyolult óraszerkezet egy-egy eleme, egy-egy fogaskerék. Ha valamelyik fogaskerék hibázik, akkor akadozik az óra, pontatlanul jár, ha valamelyik eltörik, leáll a rendszer. Ez a szívsebészet, mert egyszerre 15-20 ember pontos, precíz, összehangolt munkája adja az eredményt. Mi orvosok, és mindenki, aki itt van, egészségügyi dolgozó, szenvedünk attól, hogy már nem azt tesszük, amire esküdtünk. Nekünk már az anyagi lehetőségek szabják meg orvosi tudásunk határait. Nem a tudás, ami az előbb elmondtuk, hogy véges, és újítandó, és állandóan újítandó, hanem az a pénz, ami nincs. Ilyenkor az ember ki kell, hogy emelkedjen abból a körből, és azt mondja, hogy valami örök emberi döntés, morális döntés az, amit kell hozni. Én néhányszor megtettem. Az életemben általában vesztettem, ha ezeket a döntéseket meghoztam, vagy mondhatom nyugodtan, hogy mindig vesztettem, ha ezeket a döntéseket meghoztam. Nagyon remélem, hogy ezen egyetem falai között tanártársaimmal, tanítványaimmal, leendő és jelenlévő tanítványaimmal nem vesztünk csatát. Óriási hiányosság volt a Pécsi Egyetemen, mert sem szívgyógyászat, kardiológia, sem szívsebészet nem volt arra alkalmas személyt, aki Pécsett létrehozta volna a szívsebészetet, nem találtak, viszont Houstonból, az Amerikai Egyesült Államokból egy 56-ban diszidált tisztességes magyar ember, aki nyugdíj előtt állt, úgy gondolta, hogy életének utolsó szakaszát arra áldozza, hogy Pécset létrehozzon egy szívsebészetet. Ő egy neves szívsebész volt Houstonba, itt kapott az egyetemtől egy 2 szobás panellakást, hozta az amerikai feleséget, aki magyarul nem tudott, és minden energiáját a szívsebészet megalapítására fordította. Több mint 350 millió forintért a 300 éves irgalmas rendi kórház műtőblokkjában, amely a 2. sebészeti klinika volt egyben, kialakítottak egy műtőt szívsebészeti műtét céljából. Így a 2. sebészeti klinika szívsebészet formálisan és valójában 96. februárjában megkezdte a szívsebészeti tevékenységet. Ez a professzor Amerikában élt 56 óta, és a
ahogy szoktam volt mondani, hiatus hungaricusa volt, hiányzott az a 35 év, amit mi itthon töltöttünk, mert ez az ország átalakult. Ez a szerencsétlen kollégám azt gondolta, hogy Magyarországon van az adott szónak hitele, és amikor kiderült, hogy a kérdések is hazugok, nem csak a válaszok, és ezen kívül megalázták, mint embert és mint vezetőt, hiszen egy rangban, korban sokkal fiatalabb embert helyeztek föléje, akkor bejelentés nélkül 1996. december 2-án felült egy repülőgépre, egy rövid levelet hagyott hátra, amelyben megfogalmazta, hogy milyen borzalmas ez a világa, hova ő cseppent, és visszarepült Amerikába. Vezetés nélkül maradt a kettes számú sebészeti klinika szívsebészet, és tervezetten 1997-ben kellett volna lerakni az új szívgyógyászati klinika alapkövét. 3,6 milliárdos beruházásról volt szó, az inflációt figyelembe véve ez mai számításokkal körülbelül 7-8 milliárd forint. Ekkor az egyetem vezetői ismételten az országunkban körbejárták a potenciális jelölteket, de ebben a helyzetben senki nem vállalta a feladatot, így jutottak el hozzám Zalaegerszegre, tehát alig 2 éve, hogy elkezdtük a tevékenységet Zalaegerszegen, egy új csapattal, egy fiatal csapattal, odahagyni nem lehetett őket, hiszen egyetlen egy szakember rajtam kívül Zalaegerszegen nem volt. A Pécsi Orvostudományi Egyetem még önálló egyetemként funkcionált, Bauer Miklós rektor hosszas könyörgése után én vállaltam a következő feladatot. Hétfőn és kedden vezettem a kettes sebészet, szívsebészetet Pécsett, építettük, mert 1997 májusában lerakták az új klinika alapkövét, építettük a klinikát, annak műszaki, műszerezettségi, koncepcionális ügyeit intéztem, és közben Zalaegerszegen operáltam és éltem és vezettem a zalaegerszegi szívsebészetet. 3,6 milliárd forint volt a célösszeg, de ez 95-ös számítások szerint, és a befejezési dátum 99. Az infláció és az egyéb költségnövelő tényezők mellett a legfőbb probléma az volt, hogy ezt az épületet a legdrágább burkolóanyaggal burkolták, gránittal. De nem egyszeresen, hanem kétszeresen. Mert egy normális lakóépületbe tetőt építenek, és a belső falakat, ha építenek is belső kertet, nem kell beburkolni gránittal. Ők egy hasznavehetetlen atriumot építettek, ahova beteg dolgozó soha be nem tette a lábát, viszont ez az összeg elvitte a teljes összegnek a nagy részét, és nem maradt gép, műszer, beszerzésre pénz. Tudni kell, hogy minél fejlettebb az orvosi szakma, annál nagyobb részarányt kell a gép műszer beszerzésre fordítani. Esetünkben az összegnek úgy kellett volna megoszlani, hogy 40% az épület és 60% a gép műszerpark finanszírozási összege. És maradt mindössze 5%, és még egy kicsikét utána néztünk, valójában, ha az visszavett pénzeket is beleszámítjuk, akkor maradt a 3,6 milliárd forintból 400 millió forint. Egy úgynevezett hemodinamikai laboratórium 800 millió forint, és ez csak piciny része az intézménynek. Tehát így indultunk, hogy lesz épület, de nem lesz benne semmiféle műszer. Dolgozó meg különösen nem, mert honnét veszünk 250 dolgozót, melyik klinikától csábítjuk el a nővéreket, orvosokat.
a feladatot megoldottuk. Látszólag egy olyan vállalkozásba kezdtünk, amely elméletileg kudarcsal lett volna ítélve. Az egészségügyben először nagyobb összegű kölcsönt vettünk fel, az építési összeg mellett még 1,6 milliárd forintra volt szükség, így áll helyre az arány nagyjából, hiszen 2 milliárd forint jött össze a kölcsön összeggel együtt a gépműszerpark beszerzésére. Ez adott alapot az egyetem gazdasági vezetőinek, hogy hamis tájékoztatással állandóan az egyetem közéletét azzal bombázta, hogyha valami probléma volt a gazdasági ügyekben, hogy ez azért alakult ki, mert a kölcsönt vissza kell törleszteni. Természetesen, mint mindenben, itt is megjelenik a politika. A beruházás a Horn kormány idején 1995-ben szavaztatott meg a parlamentben, hiszen ez olyan összeg, amely állami beruházás révén csak parlamenti döntéssel lehetséges. Meg kell említenem egy nevet, Toller László, szocialista képviselő, későbbi pécsi polgármester elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy ez a beruházási összeg Pécsre került, és a baj tulajdonképpen akkor kezdődött, amikor ő súlyos balesetet szenvedett, 2 évig úgynevezett éberkómában volt, mert egy hatalmasat ugrunk időben, a szívgyógyászati klinika nem csak, hogy visszafizette a kamataival együtt 2,5 milliárd forintnyi kölcsönösszeget, hanem ezen kívül az egyetem főkasszájába körülbelül 4-5 milliárd forintot tett be tisztán, szinte érthetetlen, hogy ilyen finanszírozási körülmények között hogy volt ez lehetséges, nagyon egyszerűen. Nagyon sokat, nagyon pontosan, nagyon kevés hibával kellett dolgozni, és a munkatársaim mindig azt hallották tőlem, hogy nem csak a betegnek tartozunk elszámolással, hanem a magyar államnak, a magyar népnek, hiszen minden adó fillért nekünk jól kell felhasználni. 9 év alatt közép-európai mércével is jelentős központot hoztunk létre. Az évi beteg ellátási adatokból néhányat emelnék ki, több mint 6000 szívműtétet végeztünk évente, ebben benne vannak a katéteres műtétek is, több mint 30000 úgynevezett speciális beavatkozás volt az intézetben, több mint 1200 nagy nyitott szívműtétet végeztünk évente, és a világon mindenütt az egyik fontos mérőszám a minőségi munka végzésében a halálozási vagy a szövődmény statisztika. A halálozásunk a 8 év átlagában nem ért el az 1%-ot, a nyitott szívműtétek vonatkozásában nem haladta meg a 1,5%-ot, ilyen eredményt, ilyen vegyes profilú betegen soha a világon senki nem produkált. Ausztráliától, Amerika Egyesült Államok, Kanada és Európa összes országából megkeresték a betegek a klinikát, de megkeresték a szakemberek is. Nem a beteg gyógyítási eredményesség, hanem a szervezettség okán. És mi az 1999-es, 2000-es évben, bármennyire hihetetlennek hangzik, a világ előtt jártunk 3-4 évvel. Ez időtájt alakult ki az új elképzelés a fenyegető szívinfarktus kezelésében. A fenyegető szívinfarktust egészen addig bizonyos gyógyszerekkel, a vérrög feloldásával végezték, és mi azt mondtuk, hogy 2 órán belül, ha a beteget a tünetek jelentkezésétől kezdve a műtőasztalra fektetjük, akkor sokkal jobb eredményt érünk el. Ezt a világ 2 okból nem
igazán tudta elfogadni, mert azt mondták, hogy lehetetlen úgy szervezni, hogy 2 óra alatt intézetbe érjen a beteg, a másik pedig maga a szakmai kihívás, hiszen a véroldó terápiát a szívgyógyászok, a konzervatív kardiológusok végezték, hatalmas lobby és gyógyszerérdek volt, de mindkettőt át tudtuk törni, mert az eredményeink olyan szinten mutatták az új koncepciónak a létjogosultságát, hogy világkongresszusokon nagy érdeklődést keltve a világ 2004-2005 táján fogadta el ezt a koncepciót. Baranya, Somogy, Tolna, Fejér és később Bács-Kiskunnak egy része első időben 1 millió, a középidőszaktól 1,5 millió embernek a szívgyógyászati ellátását kellett biztosítani. Ez idő alatt is Magyarországon a szívinfarktusban elhunytak száma nőtt, de ebben a régióban a szívinfarktusok száma és halálozása megfeleződött. Tehát ha a 1,5 milliós régió pozitív eredménye nem tompítja a magyarországi adatokat, akkor még rettenetesebb lett volna az állapot statisztikai szempontból. A körzeti orvosokat, nővéreket, a régió orvosait hosszú-hosszú kiképzésbe részesítettük, hogy mire elkezdjük a munkát, addigra mindenki értse, hogy miről van szó, és megértse a 2 órán belüli intézetbe küldés jelentőségét. Ennek okán nem a Pécsi Szívgyógyászati Klinika dolgozóinak köszönhetően, hanem a régióhoz tartozó valamennyi kórház, orvos, nővér, asszisztens, mentős, mentősápoló, akik ezt a rendszert működtették, nagyon sok embernek és egy példanélküli összefogásnak és egy korábban elképzelhetetlen szervezés következtében értük el az eredményeket. Ez azt jelentette, hogy az év 365 napjának minden órájában, minden percében, minden szinten fogadtuk a betegeket, soha senkit el nem küldtünk, és mindig késedelem nélkül beavatkoztunk. Hogy lehet az, hogy szakmailag világszínvonalú munkát végzünk, gazdaságilag ebben a rettenetes helyzetben hasznot hozunk az egyetemnek, hogy lehet az, hogy ezt az intézetet támadják, vagy munkáját nehezítik, még rosszabb, a betegellátás nehezítése okán embereket ítélnek halálra. Hanvas Béla írja a korrupcióról írott írásában, hogy a korrupció egy furcsa jószág, mert a dolgok összekeverednek. A bűnös bűnöst kiált, a szerepek felcserélődnek, és a rendszer átláthatatlan. Erre építettek a korrupt emberek Pécset. Említettem, hogy Toller Lászlónak elévülhetetlen szerepe volt a klinika megalakításában, és a politika úgy keveredett ebbe a dologba, hogy amikor felépült a klinika, már fideszes miniszter Gógul Árpád avatta fel az intézetet, és az ő ígéretét bírtuk, hogy az 1,6 milliárdos összeget a mindenkori hatalom, a regnáló állam kormánya évi mintegy 200-240 millió forintos összegben a Pécsi Tudományegyetemhez eljuttatja. Gógul Árpád tartotta az ígéretét, azonban a következő évben miniszterváltás volt, és az új miniszter már nem tudta, nem tudom, hogy mennyire akarta az ígéretet teljesíteni, ezért én az akkori Fidesz elnökhöz, Kövér Lászlóhoz mentem el, és igen kemény beszélgetés volt. Ez az esedékes évi összeg is, tehát a 2002-es évi összeg is megérkezett.
a pécsi politikusok közül Szili Katalin, akkori szocialista képviselő, fölháborodva és a sajtóban kihasználva a személyemet, szocialista kampányban is felhasznált, hogy micsoda rettenetes dolog, hogy egy összegben nem fizetik ki, csak csorgatják a pénzt a Pécsi Egyetemnek, mert ha ők hatalomra kerülnek, akkor természetesen ezt egy összegben kifizetik. Amint az 2002-es kormányváltásnál hatalomra kerültek, nemhogy egy összegbe, hanem egyetlen egy részletet sem fizettek a Pécsi Egyetemnek, és majd egyszer ez volt az alapja annak, hogy arra hivatkozzanak, hogyha gazdasági probléma van, akkor az a szívgyógyászati klinika miatt van. Ezt a gazdasági vezetők az egyetem felé mindig így terjesztették. Hiába volt vizsgálat, hiába nyilatkoztam, hogy nemhogy nem nehézséget, hanem jelentős pozitívumot jelent a szívgyógyászati klinika. Ez olyan lebegtetett hír volt, amit mindenki maga éppen lelki állapota miatt fogadott el. De az állami számvevő széki ellenőrzés, amely a csődbe ment egyetem csődbiztosaként is megerősítetett, hogy a szívgyógyászati klinika a klinikai centrum egyik eltartója, vagy legfőbb hasznot hozó intézménye. Ez a csődbiztos minden javaslatunkat elfogadta, hogy még többet tudjunk a kasszába betenni, semmit nem valósítottak meg ebből, és beérünk a 2005-ös 2006-os évbe, amikor is az újabb csődbiztos már nem eszerint munkálkodik, hanem valami furcsa dolog kezdődik. Pécs, Európa kulturális fővárosa, ahogy említettem, Toller László irányítása alatt. Ő balesetet szenved, eszméletlen, és az egyébként is meglévő korrupció szabad prédává teszi ezt a pénzt, és a sok kis tolvaj gyakorlatilag az erre szánt pénzt ellopja. De kulturális fővárosnak kell lennie, semmiféle építkezés, nemhogy befejeződik, el se kezdődik a 2008-as, 2009-es évig. Lehet látni, hogy semmi nem fog felépülni. Ma, 2010. augusztus végén látjuk, hogy valóban igaz, semmi 2010-re nem épül fel. Sem koncertterem, sem szálloda, semmi egyéb. Lehetett volna azt tenni, hogy bejelentik, hogy köszönjük szépen, nem vagyunk alkalmasok rá. Nem ezt tették, hanem azt mondták, hogy a vendégek eljönnek, és kulturális műsorokkal fogjuk őket szórakoztatni azokban az épületekben, amelyek eddig is romosan ott álltak Pécset. De miből van haszna egy ilyen városnak? Hát nyilván a vendéglátásból. De nincs szálloda. Szállodát felépíteni másfél év alatt nem lehet. És ekkor találták ki a... Megálltam egy pillanatra, de hadd fogalmazzak erősen, a pécsi gazemberek, hogy Pécs belvárosában, egy ősparkos területen, ahol a bőrklinika kísérleti orvostan indített és a gyermekkórház helyezkedik el, mind épület együttesében, mind környezetében kiválóan alkalmas arra, hogy szállodává alakítsák, illetve gyors építkezéssel bizonyos dolgokat még megépítsenek. Igen ám, de ehhez ki kellett volna sajátítani, ez pedig állami vagyon. Tudjuk, hogy az egyetemnek nincs tulajdonjoga, és csak akkor lehet privatizálni, épületet eladni, elidegeníteni, hogyha a mindenkori csődbiztos megállapítja, hogy munkaszervezéssel, a munka javításával a csőd nem kezelhető, tehát el kell adni értékes ingatlant. Ez volt a kulcs ebben a történetben, hiszen a Pécsi Egyetemen az onkológia volt a másik intézet, ami hasznot hozott, de a szerény hasznot, a szívgyógyászati klinika pedig igen nagy hasznot,
márpedig ha a másik 36 klinika negatív szaldós, a szívgyógyászati klinika pozitív szaldós, akkor azt lehet mondani, a többi klinikának dolgozhatok úgy, olyan hatékonysággal, mint a szívgyógyászat. Régi szabály, ilyenkor tönkret kell tenni a jól működőt, hogy olcsó pénzen hozzájuthassanak bizonyos dolgokhoz. Ez volt a történetnek a kulcspontja, ezt a gazdasági, az új gazdasági igazgató, az új rektor segítségével, Gabriel Robert rektor úr, aki mióta a gazdasági főigazgatója és az igazgatóság bevonult a börtönbe, azt mondja, hogy ő semmiről nem tudott, az egyetemen egy személyi vezetés van, mindenről tudott, hiszen az én elmozdításom is arra hivatkozva történt, hogy a rektor nem tudott együttműködni a klinika igazgatóval, nem is működtünk együtt, két szót nem beszéltünk az egyéves rektorsága alatt, nem volt napi munkakapcsolat, hiszen ő az orvosegyetem utódjaként lévő egészségügyi centrumhoz igazán nem is értett, nem is tudott róla. Viszont akadályoztam a privatizációt, mert a rektor úr és csapata nem volt buta. Ők tudják, hogy az akut életveszélyes műtétek a legdrágább műtétek, és ha csak azt végezzük, akkor negatív szaldósá tehető a szívgyógyászati klinika. Még ez sem lett volna baj, ha nem kötötték volna ahhoz ezt is, hogy én döntsem el a klinikára bejövő betegek közül, hogy kit gyógyítunk és kit nem gyógyítunk. Mengele szerepet szántak nekem. Ugyanúgy, mint a rampán álló Mengele, nekem kell volna megmondani, hogy ki megy balra, ki megy jobbra. Ki kap életesét, és ki nem kap életesét. De még Mengelétől sem kérték a vezetői, hogy az oroszok kezére adja munkatársainak egyharmadát, mert tőlem ezzel egy időben azt követelték, hogy orvos munkatársaim durván egyharmadát, asszisztens munkatársak jelentős, tehát több mint 20%-át bocsássam el azokat, akikkel ezt az eredményt elértük, akik éjbérért dolgoztak 8 éven keresztül éjjel-nappal. Szegény betegeim se értették, hogy miért mondtam, hogy nem. A kompromisszum és a cinkosság között éles határ van. A kompromisszum mindenkor azért történik, hogy a lehetséges legjobbat adjuk, ami az adott rendszerben lehetséges. A cinkosság pedig nem más, mint aljas szándékhoz hozzájárulni, jelen esetben tömeggyilkossághoz. De azt mondtam, hogy én ebben a családban élek, és mivel élettapasztalatom volt, hogy ezt a csatát ismételten elvesztettem, és nem akartam azt, hogy évekig ne történjen munka, mint korábban a Hajnal Imre Egyetemen, ezért azt mondtam, hogy nyugdíjba vonulok. De ezt sem tudtam megtenni békességben, mert a rektor még egyet utánom rugott, leváltottak egy hónap, egészen pontos egy nap munka volt még nekem vissza, leváltottak igazgatói funkciómról, tehát úgy fejeztem be orvosi pályafutásomat, mint bukott igazgató. A történet itt fejeződik be valamikor 2008. augusztusában, két évvel ezelőtt. A Teremtő kegyelméből betöltöttem 60. életévemet. Esendő bűnösként sok hibával megírt életem minden tettét vállalom. Köszönöm önöknek, a magyar népnek, hogy tanítottak, ezért ez idáig és életem visszalévő részében is adósuk maradok. Rendkívüli döntést hoztam az elmúlt napokban. Lemondok igazgatói pozíciómról, egyetemi tanári, gyógyító, kutató,
oktatói tevékenységemről és múlhatatlan szerelmemről, a szívsebészetről. Teszem ezt azért, mert a továbbiakban nem vállalok cinkosságot a magyar emberek elpusztításában. Nem leszek társtettes a magyar genocídiumban. Igazgatóként soha nem hazudtam beosztottaimnak, mindenkor az alapvető erkölcsi törvények és a mindenkori állami törvények betartását kértem, és magam igyekeztem a törvények betartásában példát mutatni. Életem során korrupciós pénzt el nem fogadtam, semmiféle korrupcióba részt nem vállaltam. Visszalévő életemben gyógyító emberként csak szolgálni kívánom nemzetem minden polgárát. Soha senkitől nem fogok elhatárolódni, a lelkiismeret és a krisztusi szeretet törvényeinek akarok megfelelni. Kérek minden magyar nemzethez tartozót, hogy hozzunk áldozatot nemzetünkért. Ne fogadjuk el a hazugságot. Ne öljük meg magzatainkat. Mondjunk nemet a gonosznak. Bocsássák meg bűneimet, fogadják el sokak számára érthetetlen döntésemet, és az igazság felszabadít. Mielőtt belekezdenék szent munkámba meggyógyítani a te teremtményeidet, hozzád fohászkodom a te magasságos székedhez, hogy adj nekem erőt, bátorságot, energiát, hogy munkámat teljes hittel végezhessem, hogy meggazdagodási vágy, valamint a vágy, hogy minél híresebb nevű legyek, ne kápráztassa el szemeimet a helyes út meglátásától. Engedd, hogy felismerjem körülötte mindazokat, akik tanácsomat jönnek kérni, mint olyan valakitől, aki nem tesz különbséget, gazdag barát, vagy embergyűlölő, jó és rossz között. Add, hogy a bajban lévő emberben csak az embert láthassam. Ha nálam nagyobb tudású orvosok akarnának engem közelebb hozni éles látásukhoz, adj nekem erőt, hogy tanulhassak tőlük, mert az orvosi tudománynak nincs határa. Nincs határa. Csak az igazság, fénye vezéreljen engem, mert a legkisebb engedmény az orvosi tudománytól szörnyű szerencsétlenséget és bajt hozhat teremtményeidre. A tiszta lelkű igazak nem paraszkodnak a rosszra, hanem erősítik az igazságot. Nem panaszkodnak a hitetlenségre, hanem erősítik a hitet. Nem panaszkodnak a tudatlanságra, hanem fokozzák a tudást.